A hepatitis, méghozzá a C variáns világnapja, július 28-a. A koronavírus árnyékában kisebb figyelmet kap ez a betegség, pedig tragikus kimenetelű korról van szó, mondja a szakember. Jelenleg kb. 71 millió embert érint ez a nagyvilágban a hepatitis C vonatkozásában. Maga a hepatitis világnap ugyanis az a hepatitis C vírushoz kapcsolódik elsősorban. És azért veszélyesek ez is, meg a másik krónikus vírus hepatitis, a hepatitis B is, mert a daganatos betegségekhez hasonlóan, amire tüneteket okoznak, legtöbbször teljesen elkésett, gyógyíthatatlan vagy reménytelen állapot alapul ki. Veszélyes betegségről van szó, aminek a diagnosztizálására van idő, de ehhez szűrés kellene, mondja a szakorvos. Az intravénás kábítószer használók vagy a homoszexuális férfiak vannak a legnagyobb veszélyben, de a rizikócsoportokba nem tartozók is elkaphatják. A mindennapi életben is lehet, mert azért a nem megfelelő körülmények, nem megfelelő eszközökkel végzett akupunktúra, tetoválás, amik, tehát ilyen vérzés, akár csak köröm, pedikűr, manikűr, ami vérzést okozhat. Ha olyan helyen végzik, ahol nem megfelelően fertőtlenítik az eszközöket az egyes személyek után, akkor ez fennáll, ez a veszély. Heteroszexuális úton is terjed a betegség, aki sok partnerrel tart fenn kapcsolatot, továbbadhatja. A hepatitis C-re nincs védőoltás, ezért fontos időben felfedezni, mert akkor gyógyszerekkel megszüntethető. Ehhez azonban ki kellene szűrni a fertőzötteket, mondja a professzor.